most nem madárcsicsergéstől, hanem motoros láncfűrésztől hangos a sóstói erdő. Ahogy minden ősszel, idén is megkezdődtek a fakitermelési munkák a fészkelési időszak elmúltával. A Nyírerdő ZRT 15-20 szakembere dolgozik napi szinten, ezúttal a kórház mögötti területrészen. Most egy elég kis területre korlátozódik ez a munka. Itt a Sóstói úttal párhuzamosan a kórháztól északra lévő területen van egy 1,2 hektáros erdőterület, ami hát már nagyon-nagyon túlkoros, tehát 70 éves jórész akácos állományról van szó. Az állománynak a 70-80%-a már csúcsszáradt. Ezt a területet termeljük most le, azért, hogy egy új erdőt hozzunk létre, mint az erdőnek a közvetlen közelében egyébként ezt egy pár éve már megtettük. Az így kidöntött idősebb fák egy része ipari felhasználású lesz, de a legnagyobb részek körülbelül 150 köbméter tűzifa. A terület azonban nem marad sokáig üresen. Tavaszi időszakban már meg fog történni az erdősítés. A fakitermelés követően a faanyagot azt elszállítjuk innen, egy vágástakarítás következik, egy tuskókiemelés, mivel ugye túlnyomó részben akácosról van szó, és az akác visszaszerző képessége olyan erélyű, hogy az a jövő erdősítését meggátolná. Hát egy talajelőkészítés fog következni, majd következik tavasszal az erdősítés. Tölgy, főfafajjal elegyes erdőt hozunk létre, mint a mellette lévő szépen fejlődő erdősítésekben. Az erdőnek ez a szakasza viszonylag forgalmas. Az erdőjárók ezen az úton közelítik meg a vasúti síneket és mennek át annak túloldalára. Az erdészet azt kéri a látogatóktól, hogy a munkák idejére lezárt erdei utakat ne használják, helyette a kijelölt kerülő útvonalat vegyék igénybe.